félbontották négy szakmává, és nincs ilyen. A jövő évtől érvényes képzési jegyzéket tanulmányozva az autószerelő szakma tanulásának megszűnéséről beszélt Fischer Sándor, a Kisosztolna megyei elnöke. De nem csak ezt érinti a változás. Több olyan terület is van, ahol teljes mértékben átalakul, vagy megszűnik egy szakmaktanulásának tanulásának lehetősége a kisosz 1982 óta folytat oktatói tevékenységet. Fischer Sándor azt mondja, az 1993-ban létrejött országos képzési jegyzék egy áttekinthető rendszert hozott a szakképzés területén. Ez a képzés rugalmas volt, áttekinthető volt, és megfelelt a gazdaság igényeinek is, mert számunkra mindig ez is fontos volt, hogy olyan embereket képezünk ki, akiket a gazdaság, azaz a vállalkozók alkalmazni tudnak, vagy önmaguk vállalkozóba válnak. Mert számunkra az egy másik nagy kérdés, hogy vállalkozáva vállást is segítsük. A legtöbben a kereskedelemben és a vendéglátásban szereztek képesítést a kisazban. A rendszer átalakulása után 174 szakmát alapszakmának minősítenek, és ezek csak az iskola rendszerben oktathatóak. Akik még alapszakmát akarnak szerezni iskola rendszeren kívül, azok még ebben az évben kell megkezdeniük a, a tanulmányaikat, ettől függetlenül 2022-ig. És az is kérdés, és ez ma még nem tisztázott, hogy például a szakács vagy a pincér segéd képesítése alkalmasak lesznek -e egy vállalkozás elindítására, mert ez nagyban befolyásolja majd a képzés utáni keresletet, mondja a Tolna megyei kisosz elnöke.